Az RMDSZ 14. kongresszusát elemezzük tehát itt most élőben Cseke Péter és Rostás Szabolcs újságíró kollégákkal, Cseke Péter a maszol.ról, Rostás Szabolcs pedig a Krónika részéről. Miben mondjátok sikeresnek, hogyha egyáltalán sikeresnek lehet nevezni a 14. RMDSZ kongresszust? Kérlek. Én azt mondanám, hogy a sikeresség első próbája az az európai parlamenti választások lesznek, mert ez nem is titkolt tény, hogy a kongresszus már a megrendezésének módja az, hogy erőt mutattak fel, a látványelemek erőt akartak sugalni, és nem csak a választókat akarták motiválni szerintem az európai parlamenti választások előtt, hanem magukat a küldötteket, akiket ugye át kellett volna hatnia egy ilyen küzdő szellemnek, hogy mi egy erős szervezet vagyunk, és meg tudjuk csinálni. De tehát azt, hogy sikeres vagy nem... Vagy egyáltalán miben mérhető az, hogy egy kongresszus sikeres vagy sem? Minden a politika sikere szavazatokban mérhető elsősorban. Értem. Szabolcs, tétje úgy gondolom, hogy vajmi kevés volt ennek a kongresszusnak, hiszen Kelemen Hunor egyedüli elnök jelölt volt, ugye alapszabályzatmódosítás nem volt, tehát mint olyan tétje, ha csak nem az EP választásokra való felkészülést nevezhetnénk ugye tétnek. Te hogyan látod ezt? Megadta az alaphangját az európai parlamenti választási kampánynak, és itt az RMDSZ gyakorlatilag ezt a politikai fórumot arra használta fel, hogy erőt demonstráljon és üzenje, tehát rendezze a sorokat, fellelkesítse a híveit, és felkészítse őket a kortes hadjáratra, és hogy minél nagyobb számban vigye majd el az urnákhoz a szavazóit. Tehát ez volt a tétje, mert ugye egyéb, tehát az, hogy ilyen-olyan határozatokat fogadtak el, vagy az, hogy a programot is módosították valahol, de hát egyáltalán nem voltak fajsúlyos témakörök etéren. Más kérdésben nem igen lehet azt mondani, hogy most különösebben különös jelentős. Még el is hangzott, RMDSZ-es politikusok mondták, hogy hál' Istennek nem évente kell kongresszust szervezni, hanem két évente van kongresszus, négy évente van tisztújítás, de hát ez is formális. Mennyiben tűnt nektek fényűzőnek, avagy sem, hiszen voltak erre vonatkozó reakciók is, hogy túl fényűző, túl sok pénzt költöttek esetleg a látványtervre, stb. Tehát, hogy túlzás volt. Szerintetek igen vagy sem? Nem. Hát ez, igen. Hát most az mindig a célhoz kell mérni az eszközöket. Ha az volt a cél, hogy ez egyfajta csoportterápia is legyen, amit említettem az imént, tehát hogy a küldötteket is mozgósítsa, ne csak a média érdeklődés növelje, és ne csak kimondottan az erőt demonstrálja, hanem azt az érzés sugallja a küldöttben. Most például konkrét vidéki kisebb települések polgármestereire gondolok, akikre nagyon nagy szerep hárul majd a kampányban. Ők nem csak az RMDSZ esetében, általában az önkormányzati vezetők, akik segítik a pártot mozgósítani. Tehát számukra az is fontos volt a kongresszus szervezői számára, hogy ők töltődjenek fel, mikor hazamennek, és ez volt a cél. Most az eszköz kétségkívül látványosabb volt, mint például az ilahi kongresszus, pedig már ott megmutatkozott, hogy a politikai marketing eszközéül is használják ezeket a rendezvényeket az RMDSZ vezetői. Én megkérdeztem egyébként a kongresszus előzetes anyagunkhoz Porcsami Bálint ügyvezető elnököt, hogy miért adták meg ennyire a módját. Ő egy politikusi választ adott nyilván, hogy 2019 egy választóvonal, ahol most már a jövő fele tekintünk. Igen, ez a jövő fele való tekintés, ez úgy is felfogható, hogy egy picit nyugatra való tekintés. Nekem olyan amerikai elnök választásosnak tűnt ez a design, meg úgy általában. Tehát, hogy egy modernizálódás, nyitás nyugat felé. Ez a tendencia már tetten érhető volt korábban. Nem is az ilahi RMDSZ kongresszuson, hanem azt hiszem szövetségi képviselő tanácsa ülésén, tehát az a fajta stílus, vagy különböző más ilyen show elemeket is felvonultató ilyen politikai fórum, tehát ezt már lehetett látni korábban. Nem véletlen, hogy a multifunkcionális sportcsarnokban tartották, hiszen még egyszer mondom, tehát erődemonstrációnak szánta az RMDSZ. Dinamikusak vagyunk, fiatalok vagyunk, ilyen üzenete is lehetett neki. Igen, meg is
kérdeztem, hogy körülbelül mennyi lehet a költség vonzata ennek. Pontos számot nem tudtak mondani, azt mondták, hogy számottevő majd ezen a héten közlik, de hát azt tudjuk, hogy például csak az aréna bérlése az olyan 10.000 euró két napra, és akkor még hozzáadjuk, tehát hogyha egy a költségekről beszélünk, még a küldöttek elszállásolását, hát igen, tehát meg kellett adni a módját, ezt így. Igen, ez ugye így a küllem, a külsőség, amiről eddig beszéltünk. Beszéljünk egy picit a tartalomról is. Itt azért mondtad, hogy annak ellenére, hogy nem volt nagy tétje az idei kongresszusnak, azért határozatokat fogadtak el, és azért voltak ugye programmódosító határozatok is. Itt van például a zászló ügy, a zászlós határozat. Zászló és szimbólum. És szimbólumokra vonatkozó határozat. Mennyiben fontos ez? Hiszen eddig is a magyar zászlót használtuk felvonulásokkor, eddig is március 15-én ugye elhangzott a magyar himnusz, meg a székely himnusz. Mennyire fontos ezt most határozatba foglalni? Az RMDS fontosnak tartotta. Vagy miért? Inkább így szerintem kérdezem. Nem véletlenül, szerintem én, az, legalábbis az én megérzésem szerint ez is egy kicsit a kampány része. Az RMDS képviselői tudatosan dobták be ezt. Persze aktualitása mindig van, hiszen zászlóperek húzódnak, Nagyváradon zászlóbotrány van, és egyéb... Tehát érzelmi vonatkozása is mindig van. Tehát persze, tehát mindig van, de most elérkezettnek látták az időpontot, hogy határozatban is rögzítsék azt, ami tulajdonképpen a valóság. Tehát akár még azt is határozatban rögzíthették volna, hogy reggel fel kell a nap és este lenyugszik, mivel hogy persze... De hogy van-e ezek értelme neki? Az én kérdésem zászló... erre vonatkozik. Van-e értelme neki? Tehát teljesen egyetértek Rostás Szabolcsal abban, hogy ez egy politikai számítás, teljesen tudatosan volt kalkulálva, hogy ezt a határozatot elfogadják. Nyilván például a Kelemen Hunor újraválasztása utáni első sajtótájékoztatóján is érezhető volt. Nem tudom, hogy Szabolcs ott volt-e akkor a teremben, de a román újságírók ott is elsősorban erről kérdezték, vagy elsők között erről kérdezték Kelemen Hunort, hogy mit jelent ez a határozat, mi lesz a következő lépés. Igen, és aztán a román sajtó egy picit fel is robbant ettől, jobban, mint bármi mástól, ami a kongresszushoz vonatkozna. Legyünk őszinték egymáshoz. Az RMDS-nek kimondottan jól fog most a kampány előtt, ha támadják emiatt a határozat miatt. Bele volt kalkulálva, hogy támadássorozatok lesznek, és be is indult. Prime Bosescu-ról tudok én, Mihály Tudószéről, Gabriel Pop. Opriáról Ponta is támadta? Hát Ponta is, nem csak lájkolta a Mihály Tudósze volt kormányfő hozzászólását. Hanem ráadásul hanem Mihály Tudósze volt kormányfő, be is fogadta rá is a pártjában. Amivel csak az a bajom, csak így zárójelben megjegyzem, hogy bezzeg, amikor ők voltak miniszterelnökök, akkor úgy jó néven vették és élvezték az RMDS támogatását. Most, amikor kampány jön, és ütni lehet ezáltal nem csak az RMDS, mert ezzel nem csak az RMDS-t ütötték, persze jellemző a magyarokat is, az RMDS-t is, de ütik a jelenlegi hatalmat, mert nekik az érdekük, hogy ezáltal szerezzenek szavazatot, és persze a nacionalista kártya. Evidens választási év van, tehát most furcsa, minden erre megy ki. Viktor Ponta, mert tényleg nem tudtam, azért engem meglepett, mert hogy Viktor Ponta volt az, aki, amikor Mihály Tudószé emlékeztek a felakasztós történettel, ami a székely szimbólumok. Viktor Ponta volt az, aki azokat kellene a zászlók mellé akasztani, történetet, és úgymond kiállt a szimbólum használatok mellett. Csak azóta Mihály Tudószé már az ő pártját erősítette. Engedjen meg egy gondolatot. Engem lehet, hogy sokan komolytalannak tekintettek. Éppen egy másik tévébeszélgetésben jelentettem ki azt, hogy az EP választásokon az Európai Unióról szóló üzenetekkel nem igen lehet szavazatokat szerezni. Ez az igazság. Mivel lehet a gyermekpénz, vagyis a gyermeknevelési pótlék növelésével, illetve azzal, hogyha támadják a közösséget a románok, a román politikusok nyilván. Egy picit itt arra hajazol, hogy ez egy ilyen időzített bomba is volt az RMDS részéről, tehát hogy legyen valami, ami meggyújtja a zsinort. Ez a határozat? Igen. Egyértelműen. A gyermekpénz az egy kicsit másik történet, nyilván a közelgő választási kampány is hozzájárult ahhoz, hogy gyakorlatilag az ő szavazataikon múlott, hogy ez hatályban lép, illetve most tudtuk meg, hogy valószínű, hogy mégsem lép hatályba, mert ugye nincs költségvetés. Igen, még erre is visszatérünk amúgy a beszélgetésünk vége fele. Készülnek egy erdélyi konzultációra, ugye ez is elhangzott a kongresszuson, hogy rákérdezzenek, hogy melyek a legfontosabb kihívások különböző területeken. Ezt ti hogyan látjátok? Még egyszer mondom, kampány jön. És ezt átéltük már nagyon sokszor,
hogy különböző választások közelettével különböző stratégiák láttak napvilágot, és közvitákat szerveztek, most is ez lesz. Én elmondtam már, és meg is írtam a mai lapszámunkban azt, hogy az nagyon jó, hogy különböző más egyéb ágazati stratégiákat összefésülve letett az asztalra egy ilyen vitairatot az RMDSZ, hogy hogyan képzeli ő el, vagy mit javasol, hogy hogyan képzeli el Erdély jövő évtizedek múlva, vagy 100 év múlva, mert ilyen léptékekben gondolkodtak, hogyha a tavaly például mindig az elmúlt 100 évről beszéltünk. Jó, az lenne a hasznos, hogyha ebből valami mégiscsak megvalósulna, és nem csak most a kampányban beszélnénk erről, és nem csak arra lesz jó ez az egész vitairat, hogy na most letudtuk, az RMDSZ szakpolitikusai meg külső szakértők hozzászóltak, és felvázolták a hatalmas nagy víziókat, és aztán meg ugyanott maradunk. Mondom még egyszer, voltak már, olvastunk már különböző stratégiákat, vagy akár említhetném az autonómia statútumot is, amiről szintén közvitát szerveztek, aztán elfogadták. Vagy a kisebbségi törvénytervezetről is. Hát igen, az ott ül a parlamentben. Nagyon régóta, sajnos. A statútum pedig sehol, és nem lehet tudni, pedig erre is rákérdeztünk. Te is gondolom. Én röviden annyit, hogy az RMDSZ rég felismerte azt, hogy ki kell lépnie az etnocentrista politizálás korlátai közül. Ennél többet is kell mondani a választóknak. Egyfelől. Másrészt azt is felismerte, ez nem egy új keletű jelenség, hogy gyakorlatilag elszakadt bizonyos értelemben nem a társadalomtól, hanem annak aktív tagjaitól, értelmiségiektől, szakemberektől, vállalkozóktól, civil szervezetektől. És már a Zilahi kongresszuson is érezhető volt egy ilyen nyitni akarás. Ez a társadalmi réteg felé is. Társadalmi rétegek irányába ugye szerveztek különböző találkozókat, például gazdákkal. Ezek ugye elhaltak mondjuk meg. Volt az átláthatóság, az egyenes beszéd jegyében, amit Porcsalmi Bálint hirdetett meg ügyvezetőelnök, ezek a szájkaraté sorozatok. Ezek is úgy nagyjából elhaltak. De most ezen a kongresszuson is szükségét érezték annak, hogy bevonni ebbe az Erdély, jövő Erdélyben című történetbe az értelmiségieket, gazdasági szakembereket, vállalkozókat. Tehát, hogy ezáltal történne meg, hogy ez mennyire lesz sikeres, és hogy ezt komolyan végigcsinálják-e, mert egy éves közvitát ígértek, az majd ki fog derülni. Értem. Térjünk egy picit ki a Kelemen Hunor megválasztására is. Ugye közel 1000 küldött volt a kongresszuson, 757-en járultak az urnákhoz, 3 szavazat érvénytelen volt, 728 támogató szavazatot kapott a Kelemen Hunor. Azért van ott egy szinte 300 főnyi, aki nem vett részt magán a szavazáson. Értelmezhető vagy sem? Hát azt hiszem, hogy csak 200-ról lehet szó. Hát, hogy mondjam, azt hiszem, hogy a nagy részük akkor már elment ebédelni vagy kiment cigarettázni, vagy már vette az irányt Kolozsváról. De hogyha egy ilyen fontos dologról beszélünk, hogy elnökválasztása szövetségen belül, azért egyedül indult, az ebéd lehet, nem hogy várhatott volna, még ezért kérdezem, hogy értelmezhető ez, vagy sem. Bár, hogyha lett volna egy kihívója, akkor még 100-al többen szavaztak volna, de így ilyen értelemben nem volt tétje, mint ahogy nem volt 4 évvel ezelőtt sem. Annak idején viszont 2011-ben akkor volt 2 kihívója, és ott volt egy verseny. Most így lehet, tehát természetesen nem volt. Tehát, hogy nem érezték annyira tétjét, hogy az ebéd ne lett volna fontosabb, mint a szavazás. Érdemes-e kiemelni a küldöttek közül, vagy akár a meghívottak közül egy-egy olyan gondolatot, amely azért nagy üzenetként értelmezhető vagy értékelhető? Én azt hiszem, most az élő kapcsolás előtt is mondtam éppen Rostás kollégának, nem nagy üzenet, de hogy is mondjam, valahogy aki megragadta a lényegét, és egy kicsit kapcsolódik ez a Jövő Erdélyben című közvita történethez, pontosabban ahhoz, hogy mi az, ami konkrétan megvalósítható belőle. Én Csép Andrea, Maros megyei képviselőt emelném ki, aki például megmerte fogalmazni azt, hogy ez a bizonyos gyerekpénz emelés, amit az RMDSZ is magának vindikál, illetve a kormány, nagyobbi kormánypárt, az ellenzék is, ugye, mindenki, ez nem oldott meg semmit voltak éppen. Tehát végre valaki, ez már az egyenes beszédhez tartozik, és emlegette azt, hogy egy fenntartható, hatékony családtámogatási politikára van szükség, és akkor én is lelkesen várom,
az RMDSZ törvénytervezetét, ami ezt foglalja magába. Értem, van Szabolcs, példa, te hogyan érted? Van példa rá, ugye, és szerintem nem véletlen, hogy Csép Andrejéva, és ugyanakkor Horváth Anna is ezt emlegette, hogy egy családvédelmi átfogó stratégiára volna szükség. Szerintem nem véletlen, mert ugye Orbán Viktor miniszterelnök vagy két héttel ezelőtt jelentette be ezt Magyarországon. Erre szerintem égető szükség van, mert ahhoz képest, hogy például az anyaország hogyan készül ellensúlyozni a súlyos demográfiai, a negatív demográfiai tendenciákat itt Román csak tűzoltás folyik. Én is ezt láttam, ugyanakkor volt, hát elvétve nagyon, mert vita nem volt a kongresszuson, de azért volt egy-két olyan hang, amelyik mondta, hogy hát jó, hogy a médiában szerepel az RMDSZ, és ott van, de nem lehet kiváltani az ajtótól ajtóig történő tehát az emberek, és az emberekkel egyáltalán tartsák a kapcsolatot még intenzívebben. Igen, ami ugye az a múlt politizálása. Most nem tudom, hogy mit értenek a jövő politizálásán. A következő percekben nézzünk meg együtt két nyilatkozatot Kelemen Hunor RMDSZ elnöktől. A költségvetés visszautasítását kommentálja, valamint az igazságszolgáltatásra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletek elleni tüntetéseket, és utána pedig még ezekre reflektálunk itt a stúdióban. Valószínű, hogyha én lettem volna az államelnök ebben az évben, ugye ez azért nagyjából kizárt, én is megtámadtam volna a mostani helyzetben. Itt tulajdonképpen a történetről annyit tudok mondani pluszba, hogy ezt a költségvetést 18-ban kellett volna elfogadni. Nem mondok semmi újat, én ezt már mondtam az elmúlt hetekben is, hogy a kormány elkésett 3 hónappal. Az ügyészek és a bírák sztrájkjával kapcsolatosan nincsen semmiféle álláspontom, joguk van nekik sztrájkolni, látom, hogy sztrájkolnak. Nekem a 7-es sürgősségi kormányrendelettel van egy problémám, ugyanis a 17-es, 18-as évben én meggyőződésből támogattam és támogatom az ügyészek és a bírók karrierjének az elválasztását, szétválasztását, ami azt jelentette, hogy ügyészből egyik napra a másikra nem lehet bíró, és nem lehet az, hogy te törvényszéken voltál ügyész, a legfelsőbb bíró és a legfelsőbb ügyészségen leszel ügyész vagy fordítva. Tehát egy kiszámítható karriert írt elő a törvény, a régiséget illetően, meg azt, hogyha valaki elkezd egy bizonyos pályát, akkor azon hogy megy végig. Na, ezt megváltoztatni egyik pillanatról a másikra nem tartom jónak, nem tartom célszerűnek, és nem értem a rációt, nem értem az okait annak, hogy így felborították minden magyarázat nélkül egyik napra a másikra ezt a rendszert, amelyet én jónak tartottam, illetve hogy a legfelsőbb bírói tanácson belül szétválasztottuk a törvény erejével a bírói és az ügyészi részt. Cseke Péter újságíró kollégát, valamint Rostás Szabolcs szintén újságíró kollégát kérem meg, hogy erre a két nyilatkozatra reagáljon, reflektáljon. Tehát elsőként a költségvetés visszautasítása az államelnök részéről. Mennyire jó vagy mennyire rossz? Én azt mondom, hogy a köznép számára rossz. Mármint az, hogy visszautasította. Hogy visszautasította, hogy még nincsen költségvetésünk, hát, pontosabban hát erről. Igen, de ahogy elmondta Kelemen Hunor is, az alapvető gond az, hogy a kormány nem tavalyi év végén, legalább novemberben terjesztette elő a költségvetés tervezetet, hanem ezzel jelentősen megkésett több mint 3 hónapot. Tehát ott az alapvető gond. A másik pedig az, hogy nem igen tartható ez a költségvetés. Tehát eléggé meredek, hogy mondjam, csak nem számít, de például olyan gazdasági növekedésre számít, amit senki nem ír alá, kivéve a kormány tagjait. Tehát nem igen tartható ez az egész költségvetés, és ugye hallottuk, hogy milyen aggályaik vannak önkormányzati képviselőknek, és még más ágazati különböző illetékeseknek. Úgyhogy ez az alapvető gond. A másik, hát igen, természetes, hogy Klaus Johannis visszadobta, hiszen hamarosan, tehát egyrészt ő is bírálta, és nem tehetett gyakorlatilag mást. A másik, hogy az év végén államfőválasztás lesz, és akkor meg kell mutatnia, hogy igenis a balliberális koalícióval szembeszegül. Ezt kell üzennie a híveinek. Igen, én most azt láttam, hogy az RMDSZ úgy azt próbálja érzékeltetni, hogy
hát igenis, az államfőnek szíve joga, viszont a késlekedésnek az ország issza meg a levét, hiszen látjuk a különböző jelzéseket, hogy ettől függetlenül nem, ettől függetlenül szerintem teljesen megvolt a jogalapja ahhoz az államfőnek, hogy visszadobja, már csak azután is, hogy néhány héttel ezelőtt is mennyire bírálta. Annyit fűznék hozzá, igen, hogy én nem számítottam arra, hogy visszadobja, vagyis hogy alkotmánybírósághoz fordul, pontosan amiatt, mert amint emlegette Szabolcs, jön elnökválasztás jön évvégén, és tudhatta Klaus Johannis, hogyha tolja a hatályba lépését ennek a törvénynek, akkor az következik, amit látunk most, hogy a PSD támadni kezdi, egészen konkrétan például azzal, hogy az államfő miatt nem nő a gyermeknevelési támogatás. Ez is olyan álságos. Ez szerintem, persze, hogy álságos, a PSD a parlamentben ellenezte azt a liberális javaslatot. Igen, de egyezünk meg abban, hogy kampányban nincs ilyen, hogy álságos. Nincs ilyen, hogy álságos, tehát szerintem itt most komoly pontokat veszített Klaus Johannis azzal, hogy megtette. Én már majdnem azt merem mondani, hogy bátor lépés volt részéről. Tehát én nem azt hiszem, hogy szavazatokat nyer, hanem veszít ezzel a lépéssel. Nyilván az államfő hatáskörébe tartozik, hogy úgymond az alkotmány őre legyen, azt írja a hivatali leírásában, többek között az alkotmányban is. És ez szerint járt el. Akkor lesz igazán ütős ez a lépése, hogyha az alkotmánybíróság legalább egy részét a kifogásainak jogosnak találja. Értem, köszönöm szépen, itt le is járt az időnk, úgyhogy az igazságszolgáltásra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet kapcsán a nézők azzal maradnak, amit Kelemen Hunor kommentálta. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és erről beszélgethettünk. Majd a következő kongresszus után többet beszélünk róla. Köszönöm szépen még egyszer.